A reformáció. Mi a reformáció fogalma és jelentősége? Reformáció a keresztény katolikus egyház és élet megújítása az evangélium szellemében. A reform szóból származik a kifejezés, amely tulajdonképpen annyit tesz, hogy újjáformálás, újjáalakítás. Itt is erről van szó. Az egyházat, az egyház életet a 16. század elején újjá kell formálni, újjá kell alakítani. Mi volt a baj az egyházzal? Több baj is volt, amit érzékeltek a kortársak, és már korábban is ezekkel a bajok ellen felléptek. Mindig voltak eretnek mozgalmak, mindig voltak belső reformok, és ezeket általában le is törték. A legutolsó nagy reform az a huszita féle mozgalom volt, a huszita mozgalom, Husz János tevékenysége nyomán, amely szintén elhalt, illetve hát Husz János megégették, de a problémákat azok nem kezelték, a problémák azok megmaradtak. Ez a fajta reformáció, amit kialakul a 16. század elején, ugyanazokat a bajokat veti fel, ugyanazokat a problémákat olvassa rá a hivatalos egyház vezetőinek a szemére. Ezek pedig a következők voltak. Egyrészt a világias élet, a hagyományos erkölcsösségtől való elfordulás, eltávolodás, a túlzott hatalom, a túlzott vagyon, a túlzott befolyás a politikai ügyekbe. Azt vetették leginkább az egyház szemére, hogy nem a hívekkel foglalkozik, hanem a világi dolgokkal. Az egyházi keresztény hitelvek kiüresedését vetették a szemükre. Azt, hogy az eredeti krisztusi tanítások elferdültek, és vissza kellett találni az egyháznak a kereszténység eredeti szelleméhez. Ezek a bajok tehát megvoltak, a kritika is megvolt korábban is. A reformáció sikeresnek tekinthető bizonyos szempontból. Katolikus szempontból nyilván nem sikeres, de abból a szempontból sikeresnek tekinthető, hogy nagyon nagy hatása van a reformációnak a történelemre. Milyen hatása volt a történelemre a reformációnak? Hát egyrészt végülment egy egyházszakadás, ami önmagában nem siker, de az, hogy elindított egy megtisztulási folyamatot, tehát a kereszténység megtisztult, mind az új egyházakban, mind a reformációra adott katolikus válasz, nyilván a katolikus egyházban is egy megújulási folyamat kezdődött. A másik fontos hatás az, hogy az egyház világi hatalmának megkérdőjelezése belül az egyházból történik, és előbb-utóbb ez egy általános nézetté válik, azaz a politikai szereplők is ki akarják szorítani az egyházat a világi politikai életből. Nincs ott semmi keresni, valójában mondják. És harmadik fontos hatás a történelemben a kulturális fejlődés, ami a reformációval elindul. Az, hogy az egyházi kérdésekről, dogmákról, hitelvekről, Bibliáról lehet szabadon gondolkodni az egyházban és azon kívül is, és ezeket a gondolatokat lehet ütköztetni és terjeszteni kell valahogy, és megértetni az egyszerű néppel. Ez minden szempontból egy kulturális felemelkedést jelentett Európa népei számára, és a későbbi kulturális és tudományos fejlődést alapozta meg.